Drogkereső kutyával vizsgálták át az autót a nyomozók, akik a hátsó ülés támlába rejtve 37 ezer darab ecstasy tablettát és 4 kg amfetamint találtak. A férfit azonnal őrizetbe vették, másnap már a készenléti rendőrök vezették a győri járásbíróságra, ahol előzetes letartóztatásba helyezéséről döntöttek. A bíróság a döntését azzal indokolta, hogy a gyanúsított kettős lakóhelyen rendelkezik, Magyarországon kívül Hollandiában is van lakóhelye, és a gyanúsított elmondása szerint életvitelszerűen Hollandiában él. Erre figyelemmel a bíróság megítélése szerint a jelenléte az egyes eljárási cselekményeknél másként nem biztosítható, mint az előzetes letartóztatás elrendelésével. Az előzetes behelyezést az is indokolta, hogy a férfinek nem ez volt az első összetűzése a törvénnyel. A gyanúsított követett már el korábban is bűncselekményeket, vagyonelleni bűncselekményekről van szó, tehát nem kábítószerrel kapcsolatos, így például rablás, lopás. Ezt a cselekményt is egyébként próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, így fennáll a bíróság megítélése szerint a bűnismétlés veszélye. Az ítélet nem jogerős, mivel a férfi fellebbezett a döntés ellen, és az ügyvédjének is 3 nap áll rendelkezésére, hogy ezt megtegye.